Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. A jeruzsálemi üldözés idején az Úr angyala így szólt Fülöp diakónushoz. Kelj föl, menj délnek arra az elhagyott útra, amely Jeruzsálemből Gázába vezet. Fülöp felkerekedett és elindult. Egyszer csak megpillantotta az etióp királynőnek, Kandakénak egyik udvari főemberét, aki a királynő kincstárát kezelte. Az etióp kincstárnok Jeruzsálemben volt imádkozni. Visszatérőben kocsiján ülve Izajás próféta könyvét olvasta. A Szentlélek akkor így szólt Fülöphöz: menj és szegődjél oda a kocsihoz. Fülöp oda sietett és hallotta, hogy Izajás próféta könyvéből olvas. Megkérdezte, érted-e, amit olvasol? Az így válaszolt: hogyan érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza? Meg is kérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön melléje. Éppen ezt a szentírási részletet olvasta, mint a juhot úgy vitték leölésre, s miként a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta szólásra ajkát. Megaláztatásában vétetett el róla az ítélet. Kisorolhatja fel nemzedékét, hiszen élete elvétetik a földről. Az udvari tiszt odafordult Fülöphöz. Kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp akkor beszélni kezdett, és az írásnak ebből a részletéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valamilyen vízhez érkeztek. Az udvari tiszt akkor megszólalt: nézd, itt a víz. Mi akadályozza hát, hogy megkeresztelkedjen? Ezzel megállítatta a kocsit, majd Fülöppel együtt lement a vízbe. És Fülöp megkeresztelte. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és az udvari tiszt nem látta őt többé. Örvendezve folytatta útját, és öröm volt a szívében. Fülöp pedig az ótusban találta magát, és amíg csak Cezáreába nem ért, útközben minden helyiségben hirdette az evangéliumot. Ez az Isten igéje. A Zsoltár válasza: dicsérd az Istent, nagy világ! Dicsérd az Istent, nagy világ! Áldjátok Istenünket, nemzetek, dicsőségéről éneket zengjetek! Dicsérd az Istent, nagy világ! Életet ő ad lelkünkbe, s lábunkat meginogni nem hagyja. Dicsérd az Istent, nagy világ! Minnyájan, kik félitek az Istent, gyertek, halljátok. Elbeszélem, mi nagy csodákat tett vélem. Dicsérd az Istent, nagy világ! Ajkam hozzá kiáltott, nyelvem dicséretet mondott néki. Dicsérd az Istent, nagy világ! Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, és nem vonta meg tőlem irgalmát. Dicsérd az Isten, nagy világ! Alleluja! Alleluja! Jézus mondja: én vagyok az égből alászállott élő kenyér. Aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A
kenyérszaporítás utáni napon Jézus így szólt a sokassághoz. Senki sem jöhet hozzám, ha nem vonzza az Atya, aki küldött engem. Én feltámasztom őt az utolsó napon. A prófétáknál ezt olvassuk. Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindaz, aki hallgat az Atyára és tanult tőle, hozzám jön. Nem mintha az Atyát látta volna valaki. Csak aki Istentől való, az látta az Atyát. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meghaltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne halljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt az ő segítségét.